Üdvözlöm a Karca Televízió minden kedves nézőjét! Mai vendégünk Dobos László, Karcagváros polgármestere. Köszöntöm, polgármester urat, köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat egy évvégi évértékelő interjúra. Én is köszöntöm a kedves televízió nézőket, nagy szeretettel köszöntöm Önöket is, és természetesen köszönöm a lehetőséget, köszönöm a meghívást. Milyen célkitűzésekkel, hogyan indult a 2019-es év? Minden év eleje természetesen a költségvetés megtervezésével kezdődik, annak az összeállításával, hiszen a költségvetés ad és biztosít lehetőséget arra, hogy az egész évben munkálkodjunk. Ez az alapja annak, hogy jól végezzük a munkánkat, és megvalósíthassuk azokat a terveket, amiket összeállnak a fejünkben, amit egy komoly csapat tervez meg. Tehát a költségvetés elkészítése indítja minden évben azt a munkát, amire szükségünk van. Ebben az évben melyek voltak azok, talán ha lehet így mondani, a legfontosabb fejlesztések, beruházások, amelyek a városban történtek? Nagyon-nagyon sok beruházás zajlott, fejeződött be, illetve most is zajlik a városunkban. Csak néhányat említenék ezek közül a teljeség igénye nélkül, mert valóban rendkívül szerteágazó. Hát a legfontosabbak, a legnagyobbak voltak természetesen. Ilyen volt a rendőrség épületének a átadása, hiszen ez egy régóta várt olyan épület, intézmény, ami a közjavát szolgálja, és hát tudjuk nagyon jól, hogy a Városháza épületszárnyában volt elhelyezve a rendőrség, és az már nem volt megfelelő arra, hogy ott rendesen, jó körülmények között végezhessék a munkájukat, úgyhogy egy régóta várt óhajunk teljesült ezzel, hogy az átadásra kerülhetett. De ide sorolnám mindenképpen egy munkahelyteremtő beruházást, ami nagyon-nagyon fontos Karcag számára, hiszen az is egy látványos épület, ami rögtön szembe tűnik a távolabbról érkezőknek is. Ez a úgynevezett karcagi rizshántoló malom, amiből egy kukoricamalom került kialakításra, közel 2 milliárdos forint beruházásról van szó. Ez nem csak azért fontos, mert mezőgazdasági jellegű városról lévén szó, itt segíti az itt élők és a környékben élőknek a munkáját, illetve a megtermelt kukorica feldolgozását, hanem még munkahelyet is teremtett. De nagyon-nagyon látványosak voltak szerintem, és hasznosak azok az építkezések, ami a zöld város, Karcag zöld város elnevezését is viselheti magán, hiszen a főtérnek, a belvárosnak a rehabilitációja zajlik most is, és hát itt is nagyon-nagyon sok olyan épülettel gazdagodtunk, és olyan térburkolattal gazdagodtunk, ami kényelmesebbé és szebbé teszi az életünket. De nagyon fontos volt például az intézményrendszerünknek a fejlesztése is, és itt a zöldfaúti óvodát tudnám kiemelni, ami egy befejezett beruházásként élhetünk most már meg, tehát annak a befejezése is megtörtént. A 2019-es év költségvetés tekintetében hogyan alakult? Én úgy gondolom, hogy a terveknek megfelelően. Tehát itt mindig van egy bevételi és egy kiadási oldal, ezt kell természetesen összhangba hozni, oly módon, hogy ott a kötelező feladatokat, illetve az önként vállalt feladatokat is a lehetőségekhez képest meg tudjuk oldani. Természetesen ez az egyensúly megtartás, ez soha nem könnyű, hiszen a kiadások azok általában mindig jobban előtérbe kerülnek, a bevételeket azokat nehezebb realizálni, de kötelező ezt oly módon megcsinálni, hogy nullára fusson ki, tehát mi semmiképpen nem akarunk és nem is vettünk fel hitelt, nem szeretnénk semmiképpen adót emelni, nincs is ilyen a terveink között, tehát tulajdonképpen a bejövő pénzekből kell gazdálkodnunk, ez természetesen sokféle részből tevődik újfent össze, ezek a normatívák, aztán a saját bevételeink, de az összhangot mindenképpen meg kell teremtenünk nagyon jó gazda módjára, hogy
valóban a vágyainkat is el tudjuk érni, hiszen azon túl, hogy intézményrendszereket tartunk fent, természetesen olyan feladatokat is el kell látnunk, ami várossá teszi egy várost. Tehát ezek általában az önként vállalt feladatok, ami kevésbé hoz pénzt, de nagyon fontos olyan szempontból, hogy az emberek jól érezzék magukat ezen a településen. Ebben az évben került sor a helyhatósági választásokra. Hogyan értékeli polgármester úr, és mi az elkövetkezendő 5 év irányvonal? Hát az idén 2 választás is volt, úgyhogy nem volt egy könnyű feladat ez senki számára. Hát talán kezdjük akkor azzal, hogy fejezzem ki köszönetemet és gratulációmat a hivatal irányába, nevezetesen Róra Sándor jegyző úr és csapatának, hiszen egy választás is egy nagyon-nagyon komoly erőpróba mindenki számára, főleg azoknak, akik ezt bonyolítják, de hogy 2 is van egy évben, hiszen volt egy uniós választás is májusban, és azt követte aztán októberben a helyhatósági választás. Ez egy nagyon-nagyon komoly feladat. Ezt megszervezni úgy, hogy hiba nélkül történjen, az emberpróbáló, és tulajdonképpen a költségvetés összeállítása mellett és a fejlesztések nyomon kísérése mellett az is egy feladat volt, hogy hiba nélkül menjenek le ezek a választások, és ez így is történt, úgyhogy mindenképpen gratulálok a szervezőknek és azoknak, akiknek az volt a feladata, hogy ez flottul menjen. Az uniós választások is úgy gondolom, hogy teljes mértékben az elvárásoknak megfelelően kerültek lebonyolításra, és olyan eredményt hoztak, ami mindenképpen kedvező. És akkor rátérve a helyhatósági választásra, ott sem volt probléma, hibamentesen zajlottak az események, és természetesen nagy örömömre és örömünkre szolgál, hogy a fideszes képviselők, akik indultak a választáson a legkülönbözőbb körzetekben, azok nagy arányban győztek és nyerték el az embereknek a bizalmát. Ez azért is fontos, mert ez egy nagyon-nagyon komoly visszajelzés mindenki számára, elsősorban a képviselőjelöltek, illetve a képviselők számára, hogy milyen munkát végeznek. Ha van egy társadalmi támogatottság a személyük irányába, az azt jelenti, hogy az emberek többé, kevésbé, de inkább többé meg vannak elégedve a munkájukkal. Nyilvánvalóan pontosan a pénzügyi lehetőségek korlátai miatt azért van egy határ, tehát mindenki szeretné a lehető legjobbat kihozni a körzetéből, a lehető legjobban szolgálni a várost, és itt nem az akarattal, az elszántsággal van, vagy a gondolatokkal, tervekkel van probléma, hanem nyilvánvalóan az anyagi javak, azok mindenképpen egy mértéket szabnak. Tehát nagyon-nagyon örülök annak, hogy a képviselő jelöltek, akik korábban is képviselőként dolgoztak, most is képviselőként teljesíthetnek szolgálatot, ez vonatkozik a fideszes képviselőkre. Azt nagyon sajnálom, hogy az ipartestület, és bevallom őszintén, ez egy szívfájdalmom, hogy végül is nem indultak a választáson, hiszen az iparos réteg az mindig valamilyen formában bekapcsolódott a város vezetésébe, és eddig is olyan munkát végeztek, ami közmegelégedést váltott ki. Jó volt velük együtt dolgozni, komoly posztokat is adtak, bizottsági elnöki posztot, a polgármesteri posztot, és én úgy gondolom, hogy az sajnálatos, hogy ez a réteg, ez most kevésbé van reprezentálva az önkormányzat vezetésében, és ezt végtelenül sajnálom. Az ipartestület helyett beérkezett egy új pártnak a képviselője, a Momentumból egy fiatal ember. Hát ott az a probléma, hogy kicsi úgy érzem, a társadalmi támogatottsága, hiszen eléggé vicces, hogy 81 szavazattal be lehetett kerülni ennek a városnak a vezetésébe. Én úgy gondolom, hogy ez azért nem egy olyan erő, ami reprezentálná azt a
társadalmi hátteret, amit elvárhat az ember egy képviselőtől. Nyilvánvalóan ez egy picikét csökkentheti is az ázsióját, hiszen mindenki tudja nagyon jól, hogy milyen erők állnak mögötte. Ettől függetlenül nyilvánvalóan próbálunk együtt dolgozni. Azt szomorúan hallom, hogy különböző jelentéseket, ezt mondja a szóbeszéd, ilyeneket hallottam, hogy jelentéseket kell írni a párt vezetése felé számára. Hát ez megdöbbentő számomra, hiszen ez a legrosszabb pártállami időszakot idézi föl bennem. Akkor kellett jelengetni erről, arról, hangulatról, stb. Stb. Úgyhogy nem igazán értem, hogy ez a párt ez miért folyamodik ilyen módszerekhez. A képviselők, a Fidesz-KDNP-kös képviselői mindig szorgalmasan és becsülettel színvonalasan tették a dolgukat a városban. Minden évben van egy képviselői keret, amelyet ők is szoktak használni. A 2019-es évben ez mire fordítódott? Valóban ebben az évben is minden képviselőnek rendelkezésére állt egy nagyon szerény összeg 2 millió forint, hiszen a takarékosság azért itt is határt szab. A 2 millió forintot gyakorlatilag mindenki elköltötte, és nyilvánvalóan hasznos helyre költötte el. Azért az meg van határozva, hogy mire lehet ezeket az összegeket felhasználni. Járdaépítés, útjavítás, belvízelvető rendszereknek a javítása, és a többi. És hát minden képviselő lelkiismerete szerint és a hiányokat pótolva használta fel ezeket a kereteket. Én magam is ezt tettem természetesen. Ebben az évben is számos nagyévű rendezvényprogram került megvalósításra itt a városban, mely országszerte, sőt határon túlra is vitte a hírünket. Hogyan értékeli polgármester úr ezeket, és a következő évre nézve melyek a főbb irányelvek? Hát jó élünk van az egész országban, való igaz, számtalan helyen megfordulok hivatalból, és nagyon sok rendezvényt emelnek ki, természetesen elsősorban a Birkafőző Fesztivál, de ezen túl is vannak olyan rendezvényeink, ahol különböző szakágak tudói jelennek meg, és viszik a hírünket, és azt kell mondjam, hogy a jó hírünket. Tehát ez egy végtelen boldogsággal tölt el, és úgy gondolom, hogy ezt a továbbiakban is folytatni kell. A rendezvényeink is ezt a célt szolgálják, nem elsősorban, elsősorban azt a célt szolgálják, hogy a város lakosainak az igényeit kielégítsük, különböző réteg eseményekkel, rendezvényekkel, idősnek, fiatalnak, olyanoknak, akik a történelemmel foglalkoznak, olyanokkal, olyan rendezvényekkel, ami például a néprajzot helyezi előtérbe. Tehát sokszínű a kép, de ide az előadók is általában nagy kedvel érkeznek, és miután a fogadtatás is olyan, és az érdeklődés is olyan a lakosság részéről, örömmel jönnek, és valóban én úgy gondolom, hogy rosszat nem mondanak rólunk. Térjünk rá a következő 2020-as évre. Milyen fejlesztések, beruházások várhatók, amelyek esetleg még inkább turista csalogatóak lehetnek a településünk számára? Hát elsősorban ki kell emelni a Karcak Kincse Gasztró és Élményparknak a fejlesztését, amiről már korábban is beszéltem, de ismétlés a tudásanya, tehát tényszerű elmondani, hogy ez egy több lábon álló beruházás és nagy terv a kisfürdővel szembeni terület, önkormányzati terület, ez egy 5 hektáros terület, és azon valósul meg majd ez a gasztró és élménypark, aminek az egyik eleme maga a Sámándob lesz. Azt lehet látni, hogy ott komoly munkálatok folynak, hisen a pincerésznek a kialakítása az már megtörtént, a földmunkák ott befejeződtek, most már csak a jó időre kell várni, illetve egy közbeszerzési ügynek a lebonyolítására, ami után megindulhat a felszíni építkezés is. Erre várunk, és hogyha ez megindul, akkor jön el az igazán látványos része a Sámándob építkezésnek.
csodálatos lesz, már most mondhatom. Tehát én, nekem volt szerencsém látni a látványterveket, nem csak terveken, fotókon, hanem egy ilyen mozgóképen is. Valóban olyan pompás épület lesz, ahova érdemes lesz elmenni, eljárni, és én biztos vagyok abban, hogy ha az egész park kiépül, akkor a csodájára fognak járni nem csak az országból, hanem még az országhatáron kívül is. Egyébként még egy bizonyos hadpályázatból, illetve live programból is szeretnénk oda pénzt továbbítani, és nyilvánvalóan erre is megvan minden lehetőségünk, illetve magánberuházásra is számítunk. A 2020-as évi költségvetés tekintetében mi a fő irányelv a jövő évre nézve? A biztonságos és takarékos gazdálkodás. Ez az alapelv. Tehát ami mindig is jellemezte a városunk költségvetését, ebből nem engedhetünk és nem is fogunk engedni természetesen. Olyan takarékos módon kell gazdálkodni, hogy jusson mindenre pénz. Nyilvánvalóan a 5-szeresét, 10-szeresét is el lehetne költeni, hiszen a vágyak megvannak, a lehetőség megvan, sok mindent kellene javítani, de szépen apró, de biztos lépésekkel szeretnénk nyugodt tempóban előre haladni. És ez sok mindenre vonatkozik. Nekem alapelven, vagy elsősorban az alapigényeket kell kiszolgálni itt a városban, amivel az emberek minden áldott nap találkoznak. Legyen ez az út, a járda, a víz, a szennyvíz, a belvízelvezetés, tehát ezeket kell most előtérbe helyezni és olyan szintre hozni, hogy valóban közelítsünk a tökéleteshez. És erre meg is lesz a lehetőségünk, hiszen egy olyan programmal is készülünk, pontosan a víz apropóján, hogy szeretnénk a nagyon-nagyon előregedett szennyvízhálózatunkat felújítani, a nagyon előregedett, egyes helyeken nagyon előregedett vízhálózatunkat felújítani, olyan helyekre csatornákat építeni, ahol eddig még nem volt. Szeretnénk egy ipari elkerülő csatornahálózatot kialakítani, és mindenképpen meg fogjuk oldani a tilalmasi vízellátást is. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagyévű program, de esélyét látjuk annak, hogy a közeljövőben meg tudjuk ezt valósítani. De ezen túl még számos elképzelésünk és tervünk van a kisebbtől a nagyobbik, hiszen tulajdonképpen folytatni kell tovább azokat a beruházásokat, amik már most folynak az említett élménypark kialakításán túl, további intézmények fejlesztése, hiszen folyik a Kovács Mihály Általános Iskolának a felújítása. Ugyan a fenntartók nem mi vagyunk, de a tulajdonosok igen. Mindenképpen szót kell említeni arról is, hogy a fürdőben is folyamatosan két beruházás zajlik most. Egy karbantartó műhelynek a kialakítása, illetve egy olyan térnek a kialakítása, ahol sok mindent fogunk tudni megoldani a szabadidő hasznos eltöltésére, de a városgondnokságnak a felújítását sem szabad figyelmen kívül hagyni, és még lehetne sorolni. De ide sorolnám például azt a tervünket, ami az erdősítéssel kapcsolatos, hiszen a már korábban említett LIFE program az a levegő szennyezettségének a javítását szolgálja, és az egyik nagy lehetőség erre pontosan az erdőknek a telepítése. Advent időszakában vagyunk, hamarosan karácsony, és beköszönt az új év. Feldíszítették a várost nagyon szépen, és azért az önkormányzatot és a városgondnokság munkatársait is köszönet illeti meg. Minden évben egy kicsit szebb, kicsit jobb, és ez is turista csalogató látványosság, főleg gyönyörű főterünkkel. Polgármester úr, hogyan készül az ünnepekre, és mit üzen a lakosság számára? Hát én általában nagyon-nagyon gyorsan kell, hogy készüljek az ünnepekre. Mindig van egy kis elmaradásom, jelentem az idén már a fenyőfám megvan, a karácsonyfa az már megvan, de még az ajándékok vásárlásának az ideje nem érkezett el, azt a hétvégére tervezem. Ez nálam már egy megszokott dolog, mindig egy kis csúszásban vagyok ebben az ügyben,
hiszen ilyenkor évvégén még nagyon sok feladat van, sok mindent el kell intézni, nagyon sok rendezvényre el kell menni, úgyhogy a saját személyes programjaim azok háttérbe szorulnak. Annak nagyon örülök, hogy valóban szép a város, van egy hangulata, nagyon jó lenne egy kis hó természetesen, és az is biztos, hogy a következő esztendőkben tovább fogjuk ezeket a díszkivilágításokat is fejleszteni, már csak azért is, mert egyes részek már elavultak, nyilvánvalóan az idő megeszi ezeket a fényfűzéreket is, ki kell majd cserélni, újakat kell alakítani, és nekem szent meggyőződésem, hogy nem csak fényfűzéreket kell ide varázsolni, hanem olyan programokat, amire szívesen elmennek az emberek. Erre már volt az idén egy jó példa, az elmúlt héten óvodásokat bevonva egy olyan rendezvény volt itt a Városháza előtt, ami néző és látogató csalogató volt. Nyilvánvalóan ez egy próba volt, és úgy tűnik, hogy ez sikerült, és akkor, hogyha ez valóban egy olyan rendezvény, amire van igény, akkor a továbbiakban, a későbbiekben ezt is lépésről lépésre egyre hosszabb időre tervezzük. Mit üzen az új évre a város lakói számára? Hát áldott karácsonyt kívánok, és nagyon boldog új esztendőt, és nagyon jó egészséget kívánok mindenkinek, hiszen az a legfontosabb dolog. Mindenen túl arra figyeljenek, hogy egészségesen éljenek, őrizzék meg azt, amit a teremtő adott, hiszen ez a legfontosabb, és én nagyon sok boldogságot kívánok mindenkinek, és sok erőt ahhoz, hogy a közös munkákat tovább tudjuk folytatni. Polgármester úr, én köszönöm szépen, hogy stúdiónk vendége volt. Boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kívánok. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Ha lemaradtak a műsorunkról, akkor azt újra nézhetik a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!